Mind az Európai Unióban, mind hazánkban felgyorsult a jogszabályváltoztatás igénye az elmúlt években, ezért évközben számos módosítás lép életbe. Azért, hogy a helyi cégek, vállalatok megismerhessék az adózással kapcsolatos újdonságokat, konferenciát szerveztek a Városháza dísztermében. Az eseményen adószakértők ismertették a januártól hatályos aktualitásokat. Például egy áfa bevezetésre került Magyarországon, ami mindenkit érint, vagy érinteni fog a közeljövőben. Vagy egy kiterjesztett gyártói felelősség, ami a múlt évben került bevezetésre, de hát most próbáljuk még igazából megismerni ezt a szabályrendszert. Próbálják a cégek, vállalatok kialakítani a saját belső folyamataikat ezzel kapcsolatban. Vagy ha a nemzetközi cégekről beszélünk, akkor egy globális minimumadó az nap mint nap felvet kérdéseket, hogy hogyan fogja ez érinteni az ő jövőbeli adózási tevékenységüket. A szakmai délelőtt résztvevőit a város polgármestere köszöntötte, aki úgy fogalmazott, nem csak Székesfehérvár történelmére, de gazdasági életére is büszkék lehetünk, hiszen a város működőképességét és fejlesztési lehetőségeit a helyi gazdaság növekedése és az itteni teljesítmény határozza meg, beleértve a helyi adóbevételeket is, melyek mindig is nagy segítséget nyújtottak az önkormányzatnak ahhoz, hogy a közös terveinket meg tudjuk valósítani. Ezért Cserpakovics András köszönetét fejezte ki, hogy a helyi vállalatok, cégek, vállalkozások képviselői számára itt helyben ismertették a legfontosabb változásokat. Ezek a cégek adnak munkát az embereknek, biztos egzisztenciát az embereknek, és nyilván a vállalkozásoknak pedig a növekedés, fejlődés lehetőségét. És ezen a területen belül mindig is kiemelkedő kérdés az adókérdés, ami soha nem népszerű, De szükséges ahhoz, hogy a társadalmat, a közösséget működtetni lehessen, hogy egyáltalán az állami működés garantált legyen minden esztendőben. Az adózás 2024 az ÁFA-tól az idegenrendészetig elnevezésű rendezvényen olyan témák kerültek terítékre, mint a karbonvám, a globális minimumadó vagy az e-ÁFA témaköre, de a nap folyamán a résztvevők kerekasztal beszélgetésen is részt vehettek.